Nézzük meg akkor szikorának a képletét, és ugyan itt van már előttem, tehát látom, és látszik benne a vallásosság egyébként. Most ez teljesen mindegy, hogy valaki a vallás felé, vagy a spiritualitás felé megy el. A lényeg az, hogy ez látszik a képletben. Ami nem nagyon látszik, az maga a szereplés. Tehát, hogy érdekes módon nem egy túlzott introvertált emberről beszélünk, de mutatom a képletet, várjál. Tehát a képleten abszolút látszik, itt látszik, hogy ott van neki a kis jínvíz kígyója, ami esetleg a szórakoztató iparban való működésre utalhat, ez a jangfa patkány, mert a patkány az nagyon szórakoztató tud lenni, és nagyon jó pofa, és nagyon jól lehet venni. Én mindig azt mondom, hogy ha az ember bulizni akar menni, akkor patkánnyal menjen, mert rettentő jókat lehet velük bulizni. De a biva is egy nagyon visszafogott, a kígyó is egy nagyon visszafogott jegy, és a yin vise az a nagyon introvertált, meg nagyon társasági jegy. Viszont azt meg kell említeni, hogy mindegyikben benne van a spiritualitás, benne van az érdeklődés, akár vallások iránt, akár bármiféle, tehát hogy ez tényleg lehet akár az asztrológia, lehet bármi ilyesmi, és abszolút benne van az, hogy őt ez jobban érdekli, mint mondjuk másokat. Viszont ami még benne van a képletben, az itt a kígyó, a jínvíz is, meg a patkány is, azért ezekben mindegyikben benne van az, hogy nem a hazugság, hanem sokkal inkább az, hogy titkaik vannak, nem mondják el az igazat. Tehát, hogy a kígyó az hajlamos arra, a kígyó az inkább olyan típusú ember, aki nem mondja el azt, amit valójában gondol, hanem megtartja magának. Úgyhogy a patkányban van egy kis rafkóság, és a jínvíz is olyan, hogy nem biztos, hogy el fogja mondani, amire gondol. Tehát én azt mondanám, hogy itt lehet, hogy sokkal több takargatni való van, mint mondjuk Alice Coopernél, tehát hogy ő egy nyíltabb személyiség volt, illetve itt még mutatja, hogy intelligencia struktúrás, tehát hogy alapvetően nagyon szeret dumálni, és jó is benne. Úgyhogy alapvetően én azt mondanám, hogy az ő képletében az látszik, hogy tényleg benne van ez a spiritualitás, tényleg benne van a vallásosság, viszont sokkal kevésbé nyílt, mint amilyennek mi azt érezzük. Tehát, hogy azt hiszük, hogy nagyon közvetlen, nagyon kedves, nagyon aranyos, és az is, de hogy közben a magánéletben egy kicsit valószínűleg másabb, visszafogottabb, nyugodtabb, és hát ugye a yin tűzben egyébként, ami a kígyójánál van, ott azért megvan az, hogy van benne egy kicsit ilyen vaskalaposság is, tehát, hogy benne van a maradiság, benne van az, hogy egy kicsit túl tradicionálisan gondolkodik néha.